A Heves megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság pszichikai gyakorlatot tartott a hivatásos, a létesítményi és az önkéntes tűzoltók számára. A legalkalmasabb helyszínnek egy elhagyatott, régi raktárbázis bizonyult. Az Eger környéki pincerendszerek indokolják, hogy a szakemberek szűk térben, rossz látási viszonyok között is készüljenek az életmentésre. Hát akkor most nézzük meg, hogy hogyan. Egyedül senki nem mászkál lent a objektum területén. A több irányba elágazik lent a rendszer. Arra figyeltek, hogy ha valaki elindul valamelyik irányba, társra azt kövesse, már egyedül ne hagyjátok ott. Vannak benne olyan helységek, ahol szintkülönbség van, le kell menni, vagy esetleg föl kell jönni. A beavatkozó tűzoltók ezekben az egzokos járatokban egy füsttel telített helyiségekben fogják keresni az ilyen és ehhez hasonló bábukat, benzines kannát és egy gáztalackot. A mai gyakorlat egy lezáró gyakorlat, egy 4 hetes gyakorlatsorozatnak, amelyet a Heves megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság rendez minden évben hivatás és önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóknak. A feladatuk a gyakorlaton az, hogy egy füsttel telített föld alatti létesítményben megtalálják a tüzet, amelyet villogó fények jelképeznek, továbbá 3 bajba jutott embert, akiket bábuk személyesítenek meg, és veszélyes anyagot, gázpalackot tudtunk el még, továbbá benzines kannát. A gyakorlatra azért van szükség, mert Eger környéke és Heves megye is jellemzően tele vannak föld alatti létesítményekkel, rengeteg pince és pincerendszer található itt a megyében. Ezekkel a pszichikai gyakorlatokkal felkészítjük az állományt a szakszerű életmentésre, és hogy hogyan hozzanak ki föld alatti létesítményből veszélyes anyagot. Ezt a gyakorlatsorozatot minden évben megrendezi igazgatóságunk. Gyakorlatilag több mint 20 tűzoltó érkezett ma a gyakorlat helyszínére. Ez a 4 héten keresztül körülbelül így zajlott, minden gyakorlaton több mint 20 tűzoltó vett részt. Célunk, hogy a megye összes tűzoltóján felmérjük és felkészítsük az ilyen föld alatti beavatkozásokra. Pszichikai gyakorlatok nagy megterhelést jelentenek a tapasztalt tűzoltók számára is. Próbára teszik a pszichikai tűrőképességüket és a fizikai állóképességüket is ezen a gyakorlaton. Legfőképpen tapogatózásra tudnak tájékozódni a sötétben. 4 fős csoportokban hatolnak le a föld alá, és mentőkötéllel biztosítják azt, hogy a sötétben el ne tévedjenek, továbbá kijutáskor megtalálják a kivezető utat. Tűzoltók oktatásban részesülnek a szolgálati helyéken, továbbá ezt a gyakorlatot is egy elméleti felkészítés előzte meg, majd aztán kezdtek el a tűzoltók lehatolni a föld alatti helyiségbe. Gyakorlaton a tűzoltók teljes légzésvédelem mellett avatkoznak be, gyakorlatilag használják a légzőkészülékeiket, mintha éles helyzet lenne. Nagyon fontos, hogyha a légzőkészülék azt jelzi, hogy támad a levegő, akkor legelőször is el kell hagyni a létesítményt és ki kell cserélni a légzőpalackot. Jellemzően ezekkel a szituációs gyakorlatokkal a szezonális veszélyekre hívjuk fel a figyelmet, de egy ilyen pincés vagy egy alagútrendszeres gyakorlat egész évben fennálló veszély lehet. Nagyon fontos, hogyha egy ilyen alagútrendszerbe le kell hatolnunk, vagy lent vagyunk, akkor valaki tudjon arról, hogy lent vagyunk, és hogyha nem jövünk fel, akkor a 112-es segélyhívószámon kérje a tűzoltók segítségét.